Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Közös Értékeink című Európai Unió által támogatott Szlovákia és Magyarország közötti határon átnyúló regionális magazin műsorunk adását látják. Ha tehetik, kérem tartsanak velünk! Néhány héttel ezelőtt fejeződött be a Béj községben található Senyei kastély felújításának első szakasza. Ennek során az épület falait megerősítették, új tetőszerkezet készült, és az ingatlan központi bejárata fölé új kupola került. A nagykaposi székhelyű Prosperitas Alapítvány a Borsod-Bauer-Zemplén megyei múzeumi igazgatósággal közösen a magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 címmel meghirdetett projektből 1,95 millió eurót kapott a kastély, illetve a Sátoraljaújhelyi Kazinci Múzeum modernizálására. Néhány éve még szinte biztosnak látszott, hogy az enyészeté lesz a bodrogközi békösség Senyei kastélya, ám a nagykaposi székhelyű Prosperitas Alapítványnak köszönhetően ez a nevezetesség felújításra került. Az alapítvány a 18. században épült Béji műemléket és a körülötte elterülő park másfél hektáros részét 2008-ban vásárolta meg a helyi önkormányzattól. Pályázat globális célja, stratégiai célja az volt, hogy a régió idegenforgalmi lehetőségeit megpróbáljuk minél hatékonyabban kihasználni, tehát olyan központok jöjjenek létre, ahol ezek a turisztikai tevékenységek, turisztikai kínálatokat összehangoljuk, és az ideérkező turistákat pedig így módon próbáljuk tájékoztatni. Tehát globálisan az egész régió gazdasági fellendítése a célja a turizmus segítségével. A Prosperitas Alapítvány a rekonstrukciót 2010. november 1-én kezdte el, és a tervek szerint 2012. június végéig tart majd. Szakemberek szerint az építmény restaurálása az utolsó előtti pillanatban kezdődött el, hiszen az épület falai rendkívül rossz állapotban voltak, és a kastély vélhetően rövid időn belül összedőlt volna. Az alapítvány azonban már most azt tervezi, hogy folytatja a felújítást. Maga a komplexum ugye három épületből áll, van még két szárnyépület. Ezeknek az épületeknek a felújítása is tervben van. A most kiírásra kerülő magyar-szlovák határmenti együttműködési program keretén belül szeretnénk megpályázni, és itt már elsősorban idegenforgalmi célzatú fejlesztéseket akarunk megvalósítani, tehát egy busznyi kapacitású vendég elszállására szeretnénk szálláshelyeket kialakítani, illetve az ő étkeztetésükre pedig éttermi szolgáltatásokat is szeretnénk nyújtani. A Béji kastélyt báró Senyei László építette 1781-ben rokokó klasszicista stílusban, majd a 19. században felújították, átalakították és kibővítették. A II. Világháború után működött benne iskola, tanítói lakás, községi hivatal, majd szükséglakás is. A kastély utolsó tulajdonosa Senyei Anna 1992-ig, azaz a haláláig a településen élt, 91 éves korában hunyt el. A falubeliek még ma is jó szívvel gondolnak rá. Itt lakott fent a kastélyba, mindennapos volt nálunk annak idején. Az egész rokonsággal tartsuk mai napig is a kapcsolatot. Azt mondtam mindig, ő se vesztett többet, mint mink, mert az a kevés nekünk olyan becses volt, mint neki a sok. Úgyhogy szóval ők ezek a fajta emberek voltak, akik megértők, nem azok, hogy a fellegekbe járok. Úgyhogy mondom, hogy hát mint családtag nálunk úgy volt, három gyerekünk volt nekünk, mindig azt mondta, az az ő unokája. Mert akkor gondolhatja, hogy hát szóval ők nem voltak olyan felvágósak, szerettük, ő is minket. A Senyei család külföldön élő tagjai rendszeres időközönként Bébe látogatnak. Szívükön viselik egykori kastélyuk sorsát és örülnek a felújításnak. Az alapítvány szintén gondol rájuk, hisz egy, a Senyei családnak emléket állító helyiséget is berendeznek majd a főépületben, de lesz még könyvtár, vendégszobák, kiállító és tárgyaló termek, sőt a Sárospataki nagykönyvtár egy részlege is itt kap helyet. Kedves nézőink, Önök a Közös Értékeink című Európai Unió által támogatott Szlovákia és Magyarország közötti határon átnyúló regionális magazin műsorunk adását látták.
Témáink Felvidék és Borsod-Abaúj-Zemplén megye tájaira kalauzoltak el. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ha tehetik, tartsanak velünk akkor is.